A reggeli személy pedig Róna Dániel politológus, a 21 Kutatóközpont igazgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Egy kutatásról fogunk majd beszélgetni, a fiatalok politikai érdektelenségéről vagy érdeklődéséről, de hagyj kérdezzem meg, hogy láttad ma reggel Biden elnök újabb szerencsétlenkedését, mert azért ezt nehéz másnak nevezni. Igen. És mit gondoltál róla? Hát nyilván azt, hogy tovább rontja a saját helyzetét. Ugye először Zelenszkijt és Putyint keverte össze, utána meg Trumpot keverte össze a saját alelnökével. Miközben egyébként egy órás sajtótájékoztatót tartott, és ott a kérdések jó részére jól válaszolt, és szerintem mindenkivel megesik, hogy neveket összekever, de abban a szituációban, amiben ő van, ez csak tovább rontotta a helyzetet, és úgy érzem, hogy most már nem csak a demokratáknak árt, hanem saját magának is azzal, hogy versenyben marad, mert nehezen tudom elképzelni, hogy ebből hogy tud kijönni. De hát meglátjuk, nem vagyok amerikai politikai szakértő. Ja, ő azt mondta, hogy majd a mindenható eldönti, hogy ő lesz az elnök jelölt, vagy a mindenható kezébe adta a döntést erről. Tehát a hét elején még erről beszélt, tehát nem kívánt visszalépni. Kérdés, hogy ez a legfrissebb M-fiaskó, ez hogyan hat majd rá? Mit fog mondani a családja, akire nagyon hallgat? Hát ha azt mondom, hogy amerikai politikai szakértő nem vagyok, akkor jós, meg aztán még kevésbé. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz, de láttunk már többször olyat, hogy visszajött egy nagy krízisből egy amerikai elnök vagy elnökjelölt, de itt olyan jellegű a probléma, amiből nem tudom egyelőre még elképzelni sem, hogy lehet kijönni. Tehát még hogyha a következő média szereplésénél nem is lesz baki, ezek akkor is ott fognak lebegni a saját feje fölött, és nem igazán tud másról beszélni. Tehát a sajtótájékoztatón is folyamatosan csak arról kérdezték, hogy ő mentálisan készen áll-e a feladatra, ami egy nehezen tartható állapot. És láthatóan a demokrata pártnak a legkülönbözőbb emberei, olyanok, akik a legközelebb álltak hozzá, azok is a cserét kezdik el szorgalmazni, úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Kérdés persze az, de hát nem értünk az amerikai politikához, hogy egy újabb választási vita az milyen eredménnyel járna, tehát mondjuk Trump kezébe azért most egy elég komoly fegyver került ezzel a dologgal. Igen, de hogy most egy jó ideig nem lesz választási vita, most az a kérdés, hogy a jelölő gyűlésig a demokraták akarnak-e mást jelölni, és a Biden akar-e visszalépni. És választási vita már csak azután lesz a jelenlegi menetrend szerint. Akkor térjünk vissza Magyarországhoz és a magyar fiatalok politikai érdeklődéséhez. Egy kutatást végeztetek. Mire voltatok kíváncsiak, és hogyan modelleztétek a helyzetet? Igen, ez egy online kutatás volt, és a politikai részvétel motivációira voltunk kíváncsiak, leginkább ezenből is elsősorban a tüntetés motivációjára, hogy mi az, ami az embereket ráveszi arra, hogy részt vegyenek egy tüntetésen, és mi az, ami távol tartja. Milyen tényezők számítanak? A tüntetés témája? A szervezőnek a kiléte? Az, hogy az illetőnek a ismerősei ott vannak-e? Ilyen tényezőket vizsgáltunk, és a megállapításaink szerint a szervezőnek a kiléte, az, ha csak úgy nézzük, hogy párt vagy nem párt, akkor ez lehet, hogy meglepően hangzik a hallgatók számára, de ez önmagában nem befolyásolja annyira. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az befolyásolja a részvételi szándékot, hogy hitelesnek tartják-e a szervezőt. Tehát ugye Magyar Péter bebizonyította, hogy pártként is lehet nagyon sok embert utcára vinni. A választóvonal a hiteles és a nem hiteles között van, nem pedig az, hogy párt vagy nem párt. Nyilván a Magyar Péter is pártellenes vagy elitellenes jelszavakkal viszi az utcára az embereket, de hogy önmagában az, hogy egy politikus teszi ezt meg, az még nem feltétlenül rettenteni el az embereket. Ami a témát illeti, ott mérsékeltebb hatást láttunk. A kutatás szerint például a környezetvédelem az jobban vonza a válaszadókat, de önmagában ez nem döntő. És különösen a fiatalok esetében azt tapasztaltuk, hogy ami viszont nagyon fontos, az a szocializáció,
És a közösségi élmény, ami abban nyilvánul meg, hogy a barátai ott lesznek-e vagy sem. Bocsánat, hogy szabadon vágok, hogy akkor, amikor tüntetésről kezdtetek el kérdezni, akkor már tudtuk azt, vagy akkor már tény volt az, hogy van egy olyan mozgalom, mondjuk az influencer tüntetés, ami nagyon sok embert megmozgatott, és utána majd jöttek persze Magyar Péternek a demonstrációi, de a korábbi évek tüntetései azok, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy hanvába voltak, de biztos, hogy nem sikerült elérni sem a állított célt, sem a megfelelő tömeget, sem az aktivitást. Igen, ezt próbáltam hangsúlyozni, hogy én szerintem nem azért tudtak a pártok, ellenzéki pártok olyan kevés embert megmozgatni a tüntetéseken, mert ők pártok, hanem azért, mert a választók nem tartották őket hitelesnek. Pontosan a választóknak csak egy nagyon kis része tartotta őket hitelesnek. Tehát nem önmagában az számít, hogy párt vagy nem, hanem hogy hitelesnek tartják-e. Mondom még egyszer, ha a párt, mint hívószó vagy mint szervezőerő automatikusan azzal járna, hogy a tüntetésen csak kevesen lehetnek, akkor Magyar Péter nem tudott volna ennyi embert az utcára vinni. Amikor ezt megtette, akkor már teljesen világos volt, hogy ő pártot alapít, sőt, egy idő után már olyan tüntetést is szervezett, amikor már ezt a Tisza nevében tudta megtenni. Egy darabig még nem lehetett tudni, hogy hogy hívják majd a mozgalmát. Tehát nem önmagában a párt. A magyar politika történetben viszont akkor korábban is volt, hogy egy-egy párt nagy tömeget tudott megmozgatni. Tehát itt inkább a hitelesség számít az én, vagy a mi megítésünk szerint. Ez jó, ezt el is felejtettem mondani, hogy Boda Zsuzsanna kollégámmal írtuk a tanulmányt, és a German Marshall Fund támogatásával jött ez létre. Ez egy hány fős kutatás vagy kérdőjelzés volt online? Kutatás? Igen, 1400 embert kérdeztünk. Tehát meg online. Reprezentatív. Igen. Mik a legjelentősebb eltérések benne? A demográfiailag is nagyon jelentős eltérések vannak, amiket még nem mondtam. Tehát egyrészt azt tapasztaljuk, hogy a férfiak nagyobb arányban nyitottak arra, hogy elmenjenek tüntetésre, mint a nők. Másrészt, és ez még erősebb, a iskolázottság. A diplomások sokkal nagyobb arányban mennének tüntetni, mint a alacsony iskolai végzettségűek, és ez nem csak a tüntetésre vonatkozik, hanem mindenfajta politikai részvételnek az egyik legerősebb magyarázó ereje az iskolai végzettség. A választáson is a diplomások elsőkről nagy százaléka részt szokott venni, az alapfokú végzettségűeknek meg csak nagyon kicsi. Ezt is tapasztaltuk. Életkor szerint a legalacsonyabb részvételi hajlandóság a 30-asok körében volt, érdekes módon nem is a 18-29-es korosztályban. Ezt talán azzal tudjuk magyarázni, és a szakirodom is részben ezzel magyarázza, hogy ez a 30-as korosztály a legelfoglaltabb, ugye a családalapítás. Igen, munkaerőpiacon is olyan helyzetben vannak általában, vagy az emberek nagy része ilyenkor még alkalmazott, hogy a szabad ideje az nagyon véges, és akkor azt nem tüntetéssel próbálja eltölteni, és nyilván a 65 év felettieknek meg jóval több van, mert nekik már nem kell dolgozni, és ők már felnevelték a gyerekeiket. Szóval inkább ilyen tényezőket kell keresni a körösszetétel szerint, de azért az, hogy a 18-29-es korosztálynak egy kis része érdeklődik csak a politika iránt, és egy kis része akar csak tüntetni, az nem csak ilyen prózai magyarázattal írható le, hogy egyszerűen nem ér rá, habár biztos ez is benne van, hanem egyszerűen érdektelen, közömbös. Nem talál olyan célokat, nem talál olyan üzeneteket, megvalósítandó feladatokat, célokat, amik fontosak számára? Igen, hát egyrészt nem érzi magát megszólítva. Aha. És ez szerintem érthető is. Tehát ugye a cikket is azzal kezdjük, hogy a világ 10 legnépesebb országában egyaránt 70 év feletti a politikai csúcsvezető, ami így történelmileg nézve is egy nagyon ritka helyzet. És nagyon kevés az olyan párt Magyarországon és nemzetközi szinten is, ami a fiatalokat célozza. Ez egy ilyen ördögi kör. A fiataloknak alacsonyabb a részvételi hajlandósága, ezért nem éri meg annyira őket célozni az üzenetekkel. Ha viszont őket nem célozzák, akkor ők nem érzik megszólítva magukat, és akkor még kevésbé mennek el szavazni, még kisebb arányba. Úgyhogy van egy ilyen érzés, nem érzik úgy, hogy befolyásolhatják az eseményeket, nem érzik úgy, hogy róluk szólna, nem az ő nyelvükön beszélnek, nem az őket érintő témákról szól a diskurzus. Sokkal kifizetődőbb politikailag, sokkal népesebb és sokkal jobb részvételi hajlandóságú 60 év feletti korosztályt megszólítani.
tartani, és hogyha megnézzük a magyar politika történetet, a 90 utáni magyar politika történetet, akkor ez dominált. Tehát a 13. havi nyugdíj kérdése az mindig sokkal több embert mozgatott meg, mint az egyetemi tandíj kérdése, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Tehát gondolom, akkor az első kérdés férfi ön vagy nő, iskolázottsága, és a következő kérdés az már arra utalt, hogy elmenne egy demonstrációra, vagy egy tüntetésre részt venne? Több kérdés is volt, és ezeket a különbségeket úgy próbáltuk megállapítani ilyen kérdőves kísérlet keretében, hogy az minta egyik felétől például azt kérdeztük, hogy a párt által szervezett tüntetésre elmenne, a másik felétől meg azt kérdeztük, hogy a civilek által szervezett tüntetésre elmenne. Tehát nem ugyanattól a válaszadótól kérdeztük meg mindkettőt, hanem minden más tényező változatlansága mellett csak egy-egy tényezőt variáltunk. És így próbáltuk megnézni a különböző tényezőknek a hatását. Amit még nem említettem, az egyik legfontosabb, a politikai szocializáció. Ezt minden korábbi kutatás kimutatta, Szabó Andrea vezetésével is nagyon sok kutatás szólt erről, hogy egyrészt akinek megvan a politikai szocializációja, ahol otthon beszédtéma volt a politika, ahol a szülők foglalkoztak ezzel, ahol a vacsora asztalnál ez téma volt, Aha. Ott jobban kialakul az érdeklődés, sokkal valószínűbb, hogy az illető elmegy tüntetni, vagy akár a választási részvételre elmegy. A másik, hogy ahol az egyik részvételi hajlandóság megvan, a politikai részvétel egyik formája már adott, ott sokkal valószínűbb, hogy jön a többi is. Tehát, hogy valami civil szervezetnek vagy pártnak tagja? Például. Mondjuk az ritka, vagy az még kevesebb, de mondjuk, hogyha valaki aláír petíciót, akkor utána nagyobb eséllyel megy el tüntetni. Hogyha valaki kihelyez valamilyen politikai jelvényt magára, akkor az utána nagyobb eséllyel vesz részt más politikai részvételi formákban is. Ugye azért most már inkább online részvételről kell beszélni, hogyha valaki kommentel, megoszt cikkeket, akkor az által is jobban elkezd érdeklődni, arra érkeznek reakciók, akik jobban figyelemmel követi, és ez bevonza a többi részvételi formát is. Ami azt eredményezi, hogy bizonyos szempontból nő a polarizáció, mert a társadalom egyik része, amely kívül van a politikai diskurzuson, az még kevesebb inputot kap arra, hogy részt vegyen benne, aki meg már eleve belül van, az meg még többet kap, és még biztosabbá válik a részvételi hajlandósága. Jelentős az eltérés politikai aktivitás tekintetében vidék és főváros között? Nem annyira. Ezt is vizsgáltuk a kutatásban. A budapesti és megyei jogú városokban élőknek valamivel nagyobb volt a részvételi hajlandósága, de ugye ez megint nem biztos, hogy csak önmagában oda vezethető vissza, hogy most valaki budapesti, hanem hogyha valaki budapesti, akkor látott tüntetést jó eséllyel, legalábbis szemlélőként ennek részese lehetett, legalábbis nem példátlan a dolog. Ha valaki egy kis településen lakik, akkor az, hogy politikai tüntetésen részt vegyen, az fel sem merül. A magyar kis településeken nem szoktak politikai rendezvényeket tartani. Csak nagyon kivételes esetben van ilyen. Igen, nagyon kivételes eset az az elmúlt fél év. Azon gondolkodtam, hogy ugye felvetítek a kísérletet, vagy a kérdőveket márciusban, hogy kielemeztétek a válaszokat. Az a kérdés, hogyha most megismételnétek ugyanezt a kutatást, vagy mondjuk fél év múlva, az mennyiben változna? Mert azért ez látható, hogy politikai aktivitás tekintetében jelentős elmozdulás van a nullából egy másik irányba. Világos. Ez azért nem egy pártreferencia kutatás volt. De mozgósító erőt tekintve is. Igen, igen. Én talán azt látom képzelni, hogy az ellenzéki szavazók lelkesebbek lennének a Tisza párt sikere nyomán, és nagyobb arányban nyilatkoznának úgy, hogy elmennének tüntetni. Az is lehet, hogy ez a választási eredmény ez egy pozitív visszaigazolás volt azoknak, akik Magyar Péternek valamelyik rendezvényén ott voltak. És akkor ez tovább lelkesíti őket. Tehát azt el tudom képzelni, hogy a pillanatnyi lelkesedés az növekedne, de azok az alapvető törvényszerűségek, amiket most az elmúlt percekben próbáltam felvázolni, hogy az alacsony iskolai végzettségű, politikailag kevésbé szocializált emberek nem akarnak tüntetni, én ezt nem hinném, hogy ez most megváltozna. Igen, említetted azt, hogy talán környezetvédelemmel kapcsolatos, tehát ott tapasztalható a legnagyobb aktivitás, ugye, ha jól értettem? Igen, bár ugye ez is érdekes, mert nyilván egy kérdőves felmérésben ez egy divatos téma, egy fontos téma,
és az emberek nagyobb arányban mondják azt, hogy, hogy akkor erre elmennének, ha bár nem, nem dráma olyan nagyobb arányba, és különösen a fiatalok, de mégis azt tapasztaljuk, hogy azok a tüntetések, amelyek kifejezetten környezetvédelmi céllal jöttek létre, azok ritkán váltottak ki hatalmas érdeklődés. Szóval itt azért a elmélet és a gyakorlat között, vagy inkább úgy mondanám, hogy a kérdőves válasz és a cselekvés között azért lehet különbség. Különösen azért, mert ha az elmúlt évek európai demonstrációit nézzük, olyan, ami a fiatalokat leginkább megmozgatta, azok zöld ügyek voltak. Tehát a klímavédelem, klímakatasztrófa, nyilván a szorongás, ami ebből járt, tehát ezt a korosztályt érintette leginkább. Igen, amit az előbb mondtam, az alól valóban például a Fridays for Future igen. rendezvények azok kivétel lehet, azokon nagyon szép létszámban vettek részt fiatalok, valóban, erre nem gondoltam, ezt köszönöm. De ezzel együtt is azt látom, hogy ahhoz képest ez mekkora probléma, és ahhoz képest, hogy a kérdőves kutatások szerint ez mennyire elsődleges sok válaszadó számára, ahhoz képest kevés olyan tüntetés sikerült megszervezni, ami elsőprő erejű lett volna, és kifejezetten környezetvédelmi kérdéssel foglalkozott volna. Ami viszont tényleg elsőprő erejű volt, például az influencer tüntetés, amit ön is említett, azok aktuál politikai botrányokhoz kapcsolódnak. Ezek nyilván ugye a tüntetésnek van egy olyan vonzata is, hogy egy aktív érzelmi felháborodott állapot kell hozzá, és ez egy aktuális botrány kapcsán talán könnyebben jön. Egy olyan probléma kapcsán, ami évtizedes, és nagyon nehéz a megoldása, és nem az történik, hogy egyik napra a másikra romlik a helyzet, ha bár valamennyire ez is igaz, hanem az, hogy egy fokozatos, lassú probléma, az talán kevéssé alkalmas arra, hogy tüntetést lehessen szervezni belőle, de az is lehet, hogy csak akik megpróbálták szervezni, azok nem voltak elég jó kivétel. Ez alól mondom még egyszer a Fridays for Future, ami valóban nagyon szép számmal megmozgatta a fiatalokat. Igen, és hát ha megnézzük, ugye ma reggel pont beszélgettem Csárdi Antallal, az LMP országgyűlési képviselővel arra a népszavazási kezdeményezésről, amely a kiemelt beruházásokat kapcsolatos népszavazás lenne, és szóba került a Fertőd, meg szóba került a Balaton, és nyilván szóba kerülhetnek a debreceni akkumulátorgyár beruházások, vagy bármelyik akkumulátor beruházás az országban, ami akár meg is mozgathatná az embereket, hogy tiltakozzanak ellene. Tatai tónál elég jó kis tüntetések voltak, Fertőddel kapcsolatban volt valami demonstráció, Debrecenben meg hát valamekkora, inkább lakossági fórum. Igen, tehát például Debrecenben is a legnagyobb tüntetés azt Magyar Péter tudta tartani, és nem az akkumulátorgyár ellen tüntetők, de amúgy az akkumulátorgyár az valóban olyan, hogy ez helyi szinten viszonylag jelentős tömegeket megmozgatott, tehát még olyan településeken is volt ilyen, ahol szerintem nagyon ritka a politikai megmozdulás, mondjuk a Nógrád megyei Bátony terenyére gondolok, de ezzel együtt is azt érzem, hogy ebből például országos tüntetés nem sikerült olyan létszámba összehozni, ami kellett volna. Tehát, hogy lehet, hogy ez azzal is összefügg, hogy a magyarországi zöld pártok nem túl sikeresek, ahogy most mutatta ez az európai parlamenti választás. Miért nem menő a politika a fiatalok számára? Ugye azt már mondtam, hogy nem az ő nyelvüket beszélik, nem hozzájuk szólnak, olyanok beszélnek róla, akik nem az ő korosztályuk, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ezek mindenképpen hozzájárulnak. Nyilván van egy szocializáció is, tehát a magyar középfokú oktatásban nem csak direkt, tehát a direkt pártpolitika szerintem egy kerülik, mint a forrókását, de akár csak a állampolgári ismeretek, a modern történelem, a rendszerváltás történelme, a állampolgári jogok és kötelezettségek is egy csomó olyan téma, az nagyon kevésszer kerül elő, nagyon későn kerül elő, ha egyáltalán, nagyon kevés iskolában kerül elő. Így nagyon felkészületlenül éri a választójogot nyert fiatal állampolgárokat az, hogy ők mostantól a demokratikus közösségnek a teljes jogú tagjai és választhatnak. Nagyon kevés ismeretük van erről. Tehát mindenképpen a szocializáció hiány, és ugye ez az iskolai szocializáció, de ha megnézzük a
családi szocializációt, akkor itt azért nagyon erős a kádári örökség, hogy a politikáról nem jó beszélni, mert abból csak rossz dolog származhat, pozitív változást mi nem tudunk elérni, hogyha kimaradunk, az a kockázatmentes stratégia, és azt kell követni. Ez azért át tud öröklődni, és ez sok családnál így van. Nyilván például akik hallgatják ezt a műsort, van az ő körükben kevéssé, de hogyha a teljes népességet nézzük, akkor ez egy nagyon gyakori attitűd. A kortárs szocializáció, tehát az, hogy a barátaiktól mit hallanak, ugye az egy önerősítő dolog, ha a barátaiktól nem hallják a politikát, akkor még kevesebb eséllyel fognak bekapcsolódni, és a média még egy komoly szocializáció szintér. De hát ott ugye arról van szó, hogy a hagyományos média csatornák, amelyek foglalkoznak politikával, híradók, online hírportálok, ezek a fiatalokat nehezebben tudják elérni. Azok a média csatornák, ahol viszont a fiatalok, elsősorban a közösségi média, és azon belül is nem annyira a Facebook, hanem az Instagram, a TikTok, a YouTube, ahol a fiatalok nagy számban jelen vannak, ott ugyan a pártok van, hogy hirdetéseket megpróbálnak elhelyezni, meg tartalmakat megpróbálnak elhelyezni. Tök bénán. Hát egyrészt igen, kérdés, hogy milyen színvonalon, másrészt ott azért nem a pártok a nagy játékosok. Tehát, hogyha megnézzük a influencereket, akár világszinten, akár Magyarországon, akkor egy magyar fiatal sokkal jobb eséllyel követ politikán kívüli influencert, mint politikust. A kérdés az az, hogy több kérdés is van. Az egyik, ugye beszéltünk az oktatásról, hogy mennyire nem készítik fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy ők majd választópolgárok lesznek, és az ő döntésük alapján történik bármi ebben az országban. De hogy igényük, vagy hogy lenne politizálásra, az érezhető? Nagyon nehéz megmondani, hogy mire van igénye az embereknek, mert sokszor olyan dolgra is rá tudnak kapni, amire korábban nem gondolta, hogyha azt egyszer megízlelteti velük valami vagy valaki. Olyan szempontból egyetértek a felvetéssel, hogy önmagában attól még, hogy valakinek az életkora 30 év alatti, az nem jelenti azt, hogy akkor a szükségszerű, hogy elforduljon a politikától. Magyarországon is, és nemzetközi szinten is vannak, és voltak olyan politikusok, akik sikeresen meg tudtak szólítani fiatalokat. Magyarországon korábban a Momentum, az LMP, a Kétfarkú Kutyapárt például mindenképpen ilyen volt, a Jobbik is ilyen volt. Nemzetközi szinten egyébként érdekes módon arra jutottak eszembe példák, hogy igencsak korban benne lévő szereplők, mint Bernie Sanders vagy Jeremy Corbyn is nagyon sikeresek voltak a fiatalok megszólításában, ami azt is mutatja egyébként, hogy önmagában a politikus életkora az fontos dolog, de nem minden. Szóval szerintem igenis meg lehet szólítani őket, nehezebb a említett okok miatt, mint más generációkat, de nem lehetetlen. Bulvárosítani kellene a politikát? Az biztos, nem feltétlenül azt mondom, hogy bulvárosítani, abban az nem gondolom, hogy a magánélet könnyedebbé, könnyen emészhetővé. Igen, az semmiképp nem árt. Egyébként ez már nem csak a fiatalokra, igaz, hanem a többi generációra is, hogy a könnyen emészhető üzenetek azok jobban elérik őket, mint a 100 oldalas pártprogramok. Úgyhogy ez igaz. Inkább a nyelvezet, a gondolkodásmód, a nyelvhasználat gyorsan is megpróbált szellemes és fiatalok azt mondani, hello fiatal, igen, sziasztok. Ég és föld az a nyelv, amit használ Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor az egyik oldalon, amelyek egymáshoz sokkal jobban hasonlítanak, mint ahhoz a nyelvhez, amit a 30 év alatti magyar állampolgárok beszélnek. Ég és föld, a szavak, amiket használnak, a kifejezések, a gondolkodási sémák. Nem akarom azzal abban a színbe feltüntetni magam, hogy ezt nagyon jól ismerem, de annyit azért látok, hogy ez ég és föld. Ugye beszéltünk az oktatásról, és ott akartam egy kicsit rácsatlakozni, hogy miközben az valóban a jövőjéről szól a fiataloknak, mégsem volt kellőképpen érezhető az, hogy részt vettek volna pedagógus demonstrációkon, oktatással kapcsolatos tüntetéseken. Tehát elengedték. Miközben az ő jövőjükről van szó, az ő iskolákról, az ő minőségükről, a munkaerőpiacon. Azért árnyalnám, ezt elengedték, tehát hogy azért a Egységes Diákfront és más diákszervezetek és tanárszervezetek szervezésében elég jó létszámú
demonstrációkat tudtak létrehozni, és nem csak a demonstráció volt az egyetlen fajtája a tiltakozásnak, tehát amikor a pedagógusok kirúgása megtörtént először, aha, akkor utána országszerte, még kisebb településeken is nagyon sokan szolidaritást vállaltak a kirúgott tanárokkal. Én azt gondolom, hogy az egy jóval szélesebb körben terjedt el, az messze nem csak a budapesti elit gimnáziumoknak a közönsége volt, szóval én nem bagatellizálnám azt az eredményt, amit elértek, de nyilván valamennyire igaz, hogy a magyar társadalom jelentős részét így is idegen hagyta, a fiatalok jelentős részét így is idegen hagyta a dolog. Igen, ez egy külön kutatást érdemelne, hogy miért. A kegyelmi ügy érdekelte őket? Ugye nyilván most, amiket mondok, azoknak már egyre kisebb része a felmérés alapján mondható. Nem kérdeztük meg konkrétan, hogy a kegyelmi ügy mennyire érdekelte őket, de azért, ha az influencer tüntetés létszámából indulok ki, és abból, hogy az ezzel kapcsolatos híreket sokkal többen olvasták az összes hírportálon, mint a korábbi híreket, a politikai érdeklődés szintje a teljes társadalomban megugrott, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a fiatalok körében ne ugrott volna meg. De ez, hogy megugrik, az azt jelenti, hogy saját korábbi értékükhöz képest. Nem pedig az, hogy akkor hirtelen a fiatalokat már jobban érdekelte, mint az időseket. Fogyasztanak politikát a fiatalok? Hát kisebb arányban, mint az idősek, és az a gyakoribb, hogy nem. Tehát, köszönjük szépen. Nem azt mondom, hogy senki a fiatalok közül, de a jó részük az nem nézi a híradókat, nem olvassa a hírportálokat. A közösségi média az, ahol szerintem hanem a kutatások szerint a legtöbb 30 év alatti találkozik a politikával, de azért azok elég érintőleges találkozások, és az is jó részt attól függ, hogy az illetőnek a buborékjában miket osztanak meg, és akkor megint ugyanoda lukadunk ki, hogy van egy diplomás, politikailag szocializált réteg a fiatalok között is, akik gimnáziumokba járnak, nagyvárosiak, és van olyan, ahol a szülők nem értelmiségiek, jó részt nagyobb esélyek kis településen laknak, és ott én nagyon ritkának gondolnám azt, hogy ilyen véleménnyel találkozhatnak. Anyagi helyzettel összefüggésben van a politikai aktivitás? Hát egy kicsit ugye olyan szempontból mindenképp, hogy nyilván a diplomások azért átlagosan többet keresnek, és a nagyvárosiak átlagosan többet keresnek. Tudom, hogy nem mindig. Tudom, hogy vannak kivételek. Ugye az átlagosan az azt jelenti, akkor úgy mondom, hogy anyagi helyzettel kevéssé függ össze, aha, mint iskolázottsággal, de szerintem az iskolázottság miatt egy picit összefügg azzal is. Mi volt nyilván volt a kutatás előtt egy feltevésetek, vagy valamire gondoltatok. Mi volt a legnagyobb meglepetés a feltevés, illetve az eredmény között? Most csak a saját nevemmel tudok beszélni, mert ezt nem kérdeztem a szerzőtársamtól. Én engem az meglepett, hogy önmagában az, hogy párt vagy civil szervezi, az nem volt szignifikáns hatással a tüntetésen való részvételre. Ezt próbáltam megmagyarázni itt is a műsorban, hogy szerintem azt számít, hogy hiteles szervezi, vagy nem hiteles. De azt gondoltam, hogy a kevéssé hitelesnek gondolt pártoknak a utóbbi években mutatott teljesítménye a párt ott, mint címkét, vagy a pártot, mint elvont fogalmat is annyira lejáratta, hogy akkor már amiatt kevesebben vesznek részt, mert egyáltalán párt szervezi. Én erre számítottam, de nem ez jött ki. Úgyhogy ez mindenképp meglepett. Az, hogy ez az eredménye a politikai érdeklődésnek a fiatalok körében, ez a magyar politikát változásra fogja kényszeríteni, tehát felismeréseket hozhat? Hát, elég pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. Sajnos azok az adottságok, amiket mondtam, hogy nem azt mondom, hogy a nyugdíjasok döntik el a választást, mert azért ez így nagyon leegyszerűsítő. De hát azért az tény, hogy ez egy, attól függ, hogy határozzuk meg, hogy 60 év feletti, vagy 65 év feletti, de hát egy 2-3 milliós tömeg, ami egy nagyon jelentős része a társadalomnak, és az ő részvételi hajlandóságuk sokkal magasabb. Tehát sajnos ez egy olyan adottság, amit nagyon nehezen tudnak felülírni a politikai aktorok.
faktorok. Tehát nagyon nehéz úgy választást nyerni, hogy valaki gyengén áll a 60 év feletti korosztályban, és nagyon nehéz úgy elveszíteni, hogy jól áll. Talán a Tisza pártnak a berobbanása az lehet, hogy egy kicsit megváltoztatja a helyzetet. Az alapadottságot biztos nem, de hogy van egy olyan politikai szereplő, aki a fiatalok körében nagyságrendekkel népszerűbb, mint a Fidesz, és egy új politikai szereplő, és ugye ezt is láthatjuk a ismét Szabó Andrára utalok a korábbi kutatásainkból, amit vele együtt végeztem én is, meg mások is, hogy a fiatalok mindig az új politikai erőkre voltak nagyon-nagyon arányban nyitottak. Ez korábban a Jobbik volt, meg az LMP, aztán az Együtt, aztán a Momentum, és most meg a Tisza. Keresik azt az alternatívát, ami még nem sározódott be az ő szemükben, amiről azt gondolják, hogy más, mint a többi. Miért számít hitelesnek vajon Magyar Péter? Ezt tudom, hogy a kutatás még nem tudott erre rákérdezni, de mint politológust kérdezlek. Igen, hát mindenképpen az újszerűsége itt is az egyik faktor, tehát hogy egyszerűen ő nem volt se kormányon, se ellenzékben, és ugye itt akik ellenzékben voltak, azoknak egyrészt már 4/2-harmadot, nem mondom, hogy hozott össze, hanem abban működött közre, másrészt, mint mondjuk a Momentum azért egyet vagy másfelet, tehát jóval kevesebbet, de mégis a választók úgy tekintik, hogy ezek az ellenzéki pártok már kudarcot vallottak egyszer vagy négyszer, és szerintem nagyon kevéssé tudnak különbséget tenni, hogy melyik az, amelyik egyszer, és melyik az, amelyik négyszer. Az egy és a nulla között viszont tudnak, tehát az viszont látszik, hogy a Magyar Péter nem hibáztatható az eddigi kétharmadokért. Ez az egyik, tehát hogy az újszerűsége, és az, hogy ő ezt tudatosan ki is használja, ő egyszerre Orbánnal és Gyurcsánnyal is szemben áll, abban a narratív térben helyezi el saját magától, ő van az egyik oldalon, és minden más politikai erő a másik oldalon. Tehát ez az egyik. A másik szerintem, ami a sikerének a titka, az iszonyatos figyelem, ami az ő egzotikusságából, érdekességéből fakad, hogy a rendszeren belülről ugrott ki. És olyanokat mondott, amiket egyébként már mások is mondtak. Igen. Nagyon régóta, de az, hogy ő mondta, aki a igazságügyi miniszternek a volt férje, a volt igazságügyi miniszternek a volt férje, az, aki a rendszeren belül volt, és a legfontosabb szereplőkkel is kapcsolatot tartott, és nagyon sok mindenbe beleláthatott, az hihetetlenül érdekessé tette az ő személyét, és azért egy 2,5 milliós partizán interjúval indítani, az nem adatott meg semmelyik berobbanó pártnak sem korábban, tehát se a Jobbiknak, se a Momentumnak, ami egy olyan hihetetlen ugródeszka volt, aminek a jelentőségét szerintem nehéz felbecsülni, vagy nem lehet eléggé hangsúlyozni. És azért azt se felejtsük el, hogy szerintem nagyon ügyes kommunikátor. Az, hogy mennyire lesz ügyes politikus, valamennyire már most is bizonyított, nem is kicsit, de a kommunikációs képességeit, a közösségi média használatát, az, hogy úgy tudja adagolni a híreket, hogy érdekes maradjon, a hangfelvételeket, a megmozdulásokat, a tüntetéseket, a reakciókat, azt ne vitassuk el tőle. Az, hogy hosszú távon sikeres lesz, ahhoz még új képességekről is tanúbizonyságot kell tennie, de összességében szerintem mindig, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy miért sikeres egy szereplő, akkor ne csak a külső adottságokat nézzük, hanem az illetőnek az adottságait is. És nem tudott volna ilyen sikeres lenni, ha nem lenne benne politikai tehetség. Ez biztos. Tehát ezen senki nem fog vitatkozni. A kérdés az, hogy mondjuk ugye bármi, amit így megpróbáltak ellene felhozni, meg elhoztak bizonyítékokat, hangfelvételeket, stb., azok inkább erősítették, mint nyengébé. Kérdés mondjuk az, hogy egy szórakozó helyen való kicsit önfeled bulizás, és aztán kivezetetés, és telefonelhajítás, meg eszetlenkedés, az mennyire változtatja meg a róla alkotott képet. Vagy szimpatikussá teszi, vagy... Tehát, hogy azt nem gondolom, de szerintem annyira nem változtatja meg önmagában. Ugye még a vonzerőnél az fontos hozzátenni, hogy egy elképesztően nagy űr volt. Tehát az ellenzéki szavazók ugyan szavaztak ellenzéki pártra, de ha megkérdeztük őket, hogy most te jobb választásként, vagy kisebbik rosszként szavazol. Aha. Az adott pártra, akkor egyre nagyobb részük az ellenzéki szavazóknak azt mondta, hogy kisebbik rosszként. Tehát látszólag ugyan megvoltak az ellenzéki pártoknak a szavazói, de ezek jobb hiány szavazók voltak, és csak időkérdése volt, hogyha megjelenik egy új szereplő, akkor mikor létszelnek le, és az új szereplőnek a tehetségén és lendületén múlott, és mondom, Magyar Péternek ez megvolt. Na most, hogyha megnézzük a vonzerőt, és megnézzük azt, hogy mi az, ami taszíthatja, akkor egy-egy bulizás, vagy akár egy-egy
vád, ami a volt feleségével kapcsolatban illette, az nem tudta olyan számban eltaszítani az embereket, mert a mérleget, hogyha megnézzük, akkor az, hogy Orbán Viktornak akarok adni egy pofont, és nem csak Orbán Viktornak, hanem a teljes politikai elitnek, hogy ő egy nem tudom, egy fejsze, egy jégtörő, nem tudom, milyen hasonlatot kéne mondani, ami a rendszerrel szemben használható, az egy sokkal erősebb érve egy választó számára, mint az, hogy egy bulin akár vállalhatatlanul viselkedett, de ez nem az én véleményem, ezt minden választó maga eldönti, hogy az mennyire volt vállalható vagy vállalhatatlan, de még ha vállalhatatlan is volt, akkor is ez egy sokkal kisebb érv. Tehát addig, amíg azt látják benne az emberek, hogy ő alkalmas arra, hogy a rendszert megdöntse, addig egy ilyen csetlésbotlás, az nem hinném, hogy megrengeti. Akkor viszont adódik a kérdés, hogy mi az, ami megrengetheti. Egyrészt nyilván azért ezek összeadódnak, tehát egy darabig még elnézik neki, de egy idő után ez már kevés lesz. Másrészt egy európai parlamenti választáson elég jégtörőnek lenni, de egy országgyűlési választáson azért már olyan szempontok is felmerülnek, mint kormányzó képesség, mint komolyan vehetőség, mint szervezeti erő. Talán egyébként ez is kevésbé, mint korábban, de azért ez mindenképp jelen van, és hogyha ezt nem tudja felmutatni, akkor az probléma lehet. A másik, ami szerintem nagyon veszélyes tud rá lenni, hogyha a szervezetén belüli konfliktusok napvilágot látnának, ez megint csak a... Egyébként még nincsen szervezet, nem tudnak rendre kerülni. Igen, de lehet, hogy pont ezért lesz ez nehéz elkerülni, de megint csak, hogyha a többi ellenzéki párt példáját látjuk, akkor mindegyiknek rettentően rosszat tett. A Jobbiknak a szakadások, mert ott már ugye többről kell beszélni, de mindegyik belső párharc, az, hogy a frakció meg a elnökség között konfliktus van, hogy az X politikus vezette szárny és az Y politikus vezette szárny között konfliktus van, ezek mindig a párt végét jelentik. Mert miért szavazzak rá, hogyha magukkal se értenek egyet? Tehát ilyen tényezők szerintem sokkal inkább megringatják. Meg egyébként van egy norma sértő, tabu döntögető része az ő vonzerejének, és ebbe teljesen belefér az, ami eddig történt. Igen, kérdés az, hogy például most a kijevi látogatását, azt hogyan értékelik, azt nyilván nem lehet nem szimpátiával fogadni, miközben azért... Hát attól függ, hogy ki, igen. Ki fogadja. A kormánypárti szavazók nem valószínű, hogy szimpátiával fogadják. Inkább úgy mondanám, hogy az orosz barát szavazók, akik azért nem teljesen ugyanazok, mint a kormánypárti szavazók. Egyébként én azt gondolom, hogy most már jóval kevesebben figyelik a politikát. Nagyon helyesen. Egyébként teszem hozzá. A választás idején minden szónak sokkal nagyobb jelentősége volt. Most már júliusban sokkal kisebb. Nem csináltunk erről kutatást, de szerintem, ha megkérdeznénk a 8 millió magyar választópolgárt, hogy hány tudja magától elmondani, hogy Magyar Péter Kijevben járt, vagy jár, akkor ez egy nagyon kis szám lenne. Téged meglepett a választási részvétel? Hát nem annyira, mert ugye így, hogy a két választást összetolták, így lehetett sejteni, hogy ugye egy önkormányzati választáson már önmagában is várható 50% körüli részvétel, és úgy, hogy még az EP is ott van. Meg ugye az is nagyon fontos, hogy most a kínálat az, nem mondom, hogy jobb volt, mert ez úgymond szélesebb volt. Tét nélküli jobbára. Hát igen, ugye nyilván azért próbálom az önkormányzatit az önkormányzatival, az EP választás az EP választással összevetni, de hogy a Tisza az egy nagyon komoly konkurenciát jelentett kormánynak és ellenzéknek egyaránt, és valószínűleg nagyon sok olyan embert meg tudott szólítani, akik egyébként nem mentek volna elszavazni. És minden korábbi választáson volt új politikai erő, de 30%-os nem. Tehát én azt sejtettem, tehát most a kérdésre válaszolva nem, a részvétel nem lepett meg. A Tisza nagyon magas támogatottságára nem számítottam márciusban, március elején különösen nem. Április elején volt az első mérésünk erről, amit nem hoztunk nyilvánosságra a megrendelő kérésére, de akkor már lehetett látni a mérésen, hogy nagyon sikeres lesz, és a mérés előtt nem sejtettem. Úgy mondom, hogy az volt az egyik legmeglepőbb mérés. Aha. Számomra.
mert már akkor nagyon magas támogatottsága volt. Úgyhogy a Tisza az mindenképp meglepedett, azt hiszem nem vagyok egyedül ezzel. Tehát most biztos sokan állítják, hogy én mindig is tudtam, én azért ezeket óvatosan fogadnám. Mennyire játszik szerepet politikai aktivitásban? Ugye azt már mondtad, hogy a család az jelentős szerepet játszik. Tehát ott, ahol a esti vacsoránál topik az, hogy mi történt az országban, ott van politikai aktivitás, de mondjuk a közeg, tehát a barátok, a szociális háló. Hát nagyon, ugye ezt hangsúlyoztam a beszélgetés korábbi szakaszában, hogy a személyes kapcsolatok, és minél személyesebbek, minél közelibbek, annál fontosabbak. Tehát a kérdőves kísérletünkben is az jött ki, hogy ha a barátod ott lesz, akkor sokkal nagyobb eséllyel mész el szavazni, valószínűleg azt is, de tüntetni. mint hogyha nem lesz ott. És ez a hatás a fiatalok között jóval erősebb volt, mint az idősek között. Az időseknél is számított valamennyit, de sokkal kevesebbet. Tehát ebből is látszik, hogy a fiatalok sokkal inkább közösségi élményként tekintenek minden programra, így a politikára is, és hogyha ez nincs meg, akkor távol maradnak, ha pedig megvan, akkor részt vesznek. Szóval ugye ennek a hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Értem. A következő kutatás az miről fog szólni? Hát sok nem nyilvános kutatásunk van, amiről így nem tudok beszámolni. Ilyen politikai megrendelők? Hát meg gazdasági megrendelők, meg nemzetközi megrendelők, meg NGO-k, nemzetközi pályázatok, tehát a megrendelésünknek csak egy kis része az, ami direkt politikai szereplőtől származik. Az, hogy mi lesz a következő nyilvános, ezt most sajnos még nem tudom megmondani, és sokszor nem tudjuk előre, csak a megrendelés bejövetele után. Szóval most nem tudom. A politikai érdektelenség hova vezethet? Jövőt tekintet. Ugye beszéltünk arról, hogy nem vagyunk jövő belátók. Igen, leginkább önmagába vezet, vagy hogy mondjam, ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogy minél érdektelen valaki, annál kisebb az esélye, hogy olyan társaságba keveredik, ahol érdeklődők vannak, annál kisebb az esélye, hogy olyat olvas, ami felkeltetni az érdeklődését. Tehát, hogy inkább önmagába vezet, és ráadásul azt látjuk, megint a saját kutatásim és más ifjúságszociológusok kutatási alapján is, hogy ez átöröklődik. Politikailag nem érdeklődő szülőknek sokkal kisebb esélye lesz politikailag érdeklődő a gyereke. A családi szocializáció nyilván az első szocializáció. Az, hogy a vacsoraasztalnál mit hall valaki, akár kisgyerekként, ugye ez is nagyon érdekes, hogy hány éves kortól kezdődik, ebbe is különböző elméletek vannak, az nagyon, nagyon, nagyon jelentős. Tehát gondolom már ilyen 10-14 éves korban ez így el tud kezdődni. Hát igen, nyilván itt ugye a Mannheim Károly, meg Ichilov, meg sokan mások is írtak erről. A Szabó Ildikó is valószínűleg már 10 éves kor után. Még akkor is, hogyha nyilván egy 11 éves gyerek nem érti annyira még a politikai összefüggéseket, de az, hogy mit hall, hogy miről beszélnek, hogy beszélnek a politikáról vagy nem, azt érti, és lehet, hogy először még nem érti pontosan, hogy melyik szereplő kicsoda, de hogyha sokszor hallja, akkor egy idő után megérti. Ugye a pártok elutasítottság az érthető, de hogy egyéb politikai ügyek, vagy ifjúsági közösségek, azok mennyire játszanak ebben szerepet? Csak arra gondolok, hogy sok-sok évvel ezelőtt még léteztek ifjúsági mozgalmak, és akkor az útűre gondolok, a cserkész meg valami, stb. Tehát, hogy voltak ilyenek. Igen, most már nincs KISZ, ami nagyon széles körben egy politikai szocializációt nyújthatott volna. Most már inkább ilyen szubkultúrák vannak, megint Szabó Andrea kutatásira tudok utalni, meg a sajátjaimra is. A Jobbik megerősödését mi a Kurucinfo nemzedékkel magyaráztuk. Tehát ott volt egy olyan szélsőjobboldali, radikális jobboldali szubkultúra, ami nemzeti rock zenekarokban, Magyar Szigetben, olyan közösségben nyilvánult meg, amelyek ehhez az eszmerendszerhez álltak közel. Volt a Critical Mass nemzedék, ami meg nyilván a környezetvédelmi kérdésekre érzékenyebb volt, és nyilván nagyon sok fiatalt az LMP-hez közelített, de ezek szubkultúrák, tehát hogy ezek a társadalom kis részét fogták át, nagy részét teljesen érintetlenül hagyták, és ezek nagyon nagy részt hozzájárultak egy-egy párt megerősödéséhez.
de önmagában az egész társadalmat nem tudták átfogni, és mondom, szerintem ez a nagy különbség a KISZ és ezek között, hogy az sokkal szélesebb körben volt. Nyilván nem lehet összehasonlítani egy kötelező dolgot egy nem kötelezővel, de hogy inkább a modernkori politikai szocializációt, a 90 után itt mindenképp a szubkultúrákkal kell. És én egyébként azt látom, hogy most már ezek is hiányoznak, már attól függ, hogy kinek, vagy mennyire tartja a kiértékest. A politikai radikalizmus. Hát, azt nem mondom, hogy ez kiveszett, szerintem a kormány is nagyon sokszor képviseli, de azt mondom, hogy a Kurucinfo nemzedék az nagyon sok fiatalt áthatott, és most nehezebben tudnék ilyet mondani. Tehát most 2024-ben még annyi politikai szocializációs közeget se látok, mint amennyit a 2010-es években láttam, amikor ezt kutattam. Ennek mi az oka? Más vette át a szerepét. Tehát akkor még érdekesebbek voltak a nemzeti rock zenekarok, ma már valószínűleg már nemzetközi zenét nagyobb arányba hallgatnak, mint magyar zenét. Nyilván a globalizáció is, tehát, hogy egyre nehezebb a fiatal figyelmét megkaparintani, vagy felhívni, mert egyre több sorozat, egyre több film, egyre több zenész érhető el, egyre inkább felgyorsul a világ, és tudom, hogy ez nagyon furcsa, mert ez olyan, mint hogy egy 80 éves ember mondaná, és a saját fiatalkorával hasonlítaná össze, de szerintem 2010 óta is rengeteget változott a világ. Ez is biztos, hogy közre játszik. Nyilván ez egy, azt mondtam, hogy a Kurucinfo nemzedék hozzájárult a Jobbik megerősödéséhez, de fordítva is igaz. Tehát ott volt egy politikai képviselete is ennek. Tehát volt egy olyan politikai szereplő, aki fel tudta erősíteni ezeket a hangokat, és sok fiatal számára értelmet tudott adni a politikába való bekapcsolódásnak. Akár úgy, hogy rászavaz, akár úgy, hogy csatlakozik a közösséghez. Most ez sokkal kevésbé látszik, hogy lenne egy ilyen szubkultúra által megtámogatott politikai közösség, ami domináns erő tudna lenni, mint a Jobbik. Mondjuk nem állítom, hogy annyira domináns volt, de azért mindenképpen dominánsabb, mint a Tiszán kívül a többi ellenzéki párt, amelyik most van a magyar politikában. Szóval ilyen eseti tényezők is magyarázhatják. Elve egyébként a fiataloknak egyre nagyobb aránya külföldre költözik, külföldre vágyódik, külföldön él, egyre kevesebb magyar fiatal születik Magyarországon, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt megnehezíti. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem. Róna Dániel politológus, a 21 Kutató Központ igazgatója volt a vendégünk, egy kutatás eredményéről beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm a meghívást.